hír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 
orvos, aki kabátban dolgozott a hideg épületben. A csatorna híradója rejtett kamerás felvételeket tett közzé, amelyeken egy dolgozó arról beszélt, hogy az újságban megjelent cikk után takarókat és elektromos radiátorokat kaptak ugyan, de a fűtésre még heteket kell várniuk. A felvételeken látszik, hogy egy beteg kabátban várakozik a belgyógyászat egyik épületében, ahol a lépcsőházban egy kitört ablakot csak egy pár kartondoboz takar el. A Blick cikkében egy páciens arról számolt be, sokan meg vannak fázva a hideg miatt, és a zuhanyzás szinte biztos tüdőgyulladást okoz. A kórház vezetősége azt közölte, dolgoznak a fűtés helyreállításán. Az elromlott kazán alkatrészét már megvették, de 2-3 hét mire megérkezik, és ugyanennyi idő alatt szerelik össze. A stúdióban tehát itt van velem Komáromi Zoltán országgyűlési képviselő, a DK egészségügyi árnyékminisztere. Jó reggelt kívánok! Próbáljuk meg akkor tisztázni, arra kérem, azt a körülményt, hogy hogyan fordulhat elő egy ennyire központi kórházban, de egyébként bármelyik másik kórházban az, hogy 4 osztályon sincsen fűtés. Én 25 évig olyan háziorvosi körzetben dolgoztam, amelyik a János kórházhoz tartozott, tehát a belgyógyászati, urológiai, nőgyógyászati betegeket a János kórházba tudtam beutalni, és én amikor 97-ben újonnan kinevezett orvosként végigjártam a János kórházat, hát szegedi klinikák után tényleg elsírtam magamat, hogy milyen körülmények között dolgoznak a kollégák, és akkor is azt mondták, hogy tehetetlenek, mert a 20. század első évtizedébe létrehozott, és akkor korszerűnek számító kórháznak a műszaki, technikai adottságait egyszerűen nincs az a pénz, amivel szinten tudják tartani, vagy korszerűsíteni tudják. Az nagyon jó, hogy a Szent János Kórháznak az egyes osztályait már áttelepítették a Kútvölgyi Kórházba, de amik még ott vannak ezen a Diósárok utcai telephelyen, én tegnap délután elmentem, egyszerűen nem hittem el, hogy 3-4 nap alatt nem tudják ezt a problémát rendbehozni. Tehát ez egy újsághír volt csütörtökön, hogy rossz a kazán, majd megcsinálják egyéb. Elmentem a belgyógyászaton, akkor éppen a főorvosi szobába szedték föl a vizet, ugyanis az ott levő radiátor lukadt ki. Valószínűleg nyomást próbáltak csinálni, szedték fel a vizet, polár pulóverekbe, hideg volt, tehát egyszerűen a kórtermekben a betegek állig betakarva fűtés nélkül. Akkor ez folyamatos problémáknak a gyűrűződése, tehát nem az, amit most például hogy a kórház részéről a sajtóval közöltek, hogy gyakorlatilag néhány héttel ezelőtt kezdeményezték a fűtési rendszerbe üzemelését, és azok a munkálatok. Hát propaganda az egész, hát a kórház vezetés ráadásul már nem is felelős ezért, ugyanis fővárosi kórházaknak ezt a műszaki karbantartását és hiba elhárítását, ezt a TMK munkát, ezt átadták a pénzügyminisztériumhoz tartozó közbeszerzés és ellátási főigazgatóságnak. Magyarul most már van kire mutogatni, mert a igazgatóság azt mondja, hogy nem szólt időben a kórház azt mondja, hogy szólt időben, de nem csinálták meg. Ez egy áldatlan állapot, ráadásul két dolog is kiderült ezen az előbb idézett egészségügyi tanácskozáson, ahol Takács Péter államtitkár úr előadta ezt a 3 helyen dolgozik 10 millió forintért a főorvos sztorit. Itt arról ment a vita, hogy átveszik ugye a kórházaknak ezeket a műszaki dolgozóit, gazdasági dolgozóit, ez a KEF. Mikor mondjanak föl? Tehát annyira nincs kidolgozva az egész átadás átvétel, hogy még ebben nem tudtak megegyezni. Ráadásul a kórházi vezetők mondták, hogy ott olyan emberek dolgoznak, nagyon sokan nyugdíjasok, akik 20 éve csinálják ezt a munkát lelkesedésből, mert egyébként a piacon sokkal többet tudnának keresni villanyszerelőként, vízvezetékszerelőként, karbantartóként. Ha most ők november 15-én fölmondanak ezeknek az embereknek, és a KEF nem veszi át őket, akkor ezek az emberek 16-án nem mennek be dolgozni. Miért ne venni át őket a KEF? Nem éppen az a dolga? A KEF most egy új globális szemlélettel korszerűsít, tehát a porták sok helyett kamerákat, és akkor őrszolgálat, tehát ő egy más dimenzióba gondolkodik, de az is látszott ezen a konferencián, hogy még az egyeztetések nem voltak meg. Holott, hogyha január 1-ével átveszi az egész ország összes egészségügyi intézményének ezt a feladatát, ez a KEF, akkor már réges-régennek darabra meg kéne lenni, már nem most nyáron.
hogy kit, mikor, hogy vesz át, mit korszerűsít, mit cserél le, megszüntet egy bejáratot. Mindig nagy a bizonytalanság, miközben azt látjuk, hogy még nem is egészen tudják ellátni, bár mondjuk egy ilyen esetben, amikor a fűtés korszerűsítéséről van szó, akkor azt a belső állományból oldják meg, vagy ráadásul külső vállalkozót kell erre felkérni. Hát tegnap egy külső vállalkozónak a furgonja állt a János Kórház udvarán, amikor a belgyógyászaton szerelték és zárták le a strangokat, hogy ne folyjon a víz. Ami nagyon érdekes, hogy a mellette levő ortopédián viszont melegek voltak a radiátorok, olyannyira, hogy nyitva voltak az ablakok. Tehát itt a pazarlás és a szűkösség egymástól 100 méterre volt, és tényleg az ember ilyenkor gondolkodik, hogy hát akkor ez ugyanaz az intézmény. Egyik helyen 15 fok, másik helyen túlfűtenek. Ahelyett, hogy korszerű megoldásokat csinálnának, és mindenki végezné a dolgát, és hát nem egy másra mutatni. Korszerűsítés, vagy éppen hiba elhárítás, vagy inkább futunk a hibák után, és ilyen patchwork munkával mindent egy picit megcsinálunk. Ugye ez sem mindegy, de a korszerűsítés egy lényegesen nagyobb volumen kéne, hogy legyen. Meg tervezni kellene, tehát nem improvizálni kellene, hanem tervezni, időbe megoldani dolgokat, beszerezni bizonyos alkatrészeket. Azért én hallottam arról, hogy ipari területen, kereskedelmi szolgáltatási területen vannak raktárak, ahol vannak alkatrészek, hogyha egy lift elromlik, akkor a raktárban az megadott alkatrészt mondják, és nem a gyártótól rendelik meg. Tehát ezért vannak azért az országban jó minőségű megoldások, és csak kicsit tanulni kéne az egészségügynek. Ne haragudjon, hogy mosolyogok, csak én amikor szültem egyébként a János Kórházba, pont a lift romlott el, úgyhogy ez így eszembe jutott. Egy fél óra alatt egyébként elhárították a problémát, bár én úgy voltam, hogy inkább felsétálok, de azt mondták, azt nem lehet, meg kell várni. De ez egy kis személyes kapcsolódás volt a témához. Ha már említette Takács Péter egészségügyért felelős államtitkárt, és ugye beszéltünk Tamással is itt a bejátszó előtt arról, hogy miről is zajlik most a vita. Ő ugye úgy nyilatkozott már, mint Takács Péter államtitkár úr, hogy üzenem a főigazgató kollégának, hogy ennek vége van. Mármint annak, hogy ő egy hónapban 1528 óra tudott elszámolni. Ugye ő itt akkor úgy fogalmazott, hogy mert dolgozott. Önnel a háttérben azt beszéltük, hogy ez nem csak a munkaóra volt, hanem a készenléti óra is, és ezért ugye egy több 10 millió forintos fizetést tudott fel. Legyen kereken 10 millió forint. Hol van itt a csavar ebben a történetben? Az államtitkár úr a csavar ebben a történetben. Ő minden ilyen rendezvényre hoz egy ilyen kis unikumot, hogy a 123 és fél lakosú falunak a 5 körzeti orvosi rendelőjébe dolgozó 3 orvos, aki így számol, úgy számol. Szóval ezek olyan egyedi dolgok, amiből egyébként a rendszer egészére nem lehet következtetéseket levonni, hanem meg kéne szüntetni. Igen ám, csak itt is azért annyi kiderült, hogy egy speciális tudással rendelkező sebészről van szó, aki az egyik intézménybe főállásba dolgozott, és mivel ez az intézmény január 1-től december 31-ig non-stop fogadhat olyan betegeket, amihez ez a speciális szaktudás kell, ezért ő vagy munkaidőbe, vagy készenlétbe, de ezért ő elszámolja a munkájának és a készenlétének a bérét. Igen ám, csak a szomszéd kórház nem volt ilyen speciális tudású szakember, az a kórház akkor a működési engedélyét vonták volna vissza, nem tudja bizonyítani, hogy van a háttérben egy olyan szakember, aki ha baj van, akkor tud jönni segíteni, és ők is kötöttek vele szerződést, sőt, kiderült, hogy a harmadikba is elment az a szakember, aki nekik kellett volna, és így ez a három intézmény gyakorlatilag rákényszerült arra, hogy ugyanarra a szakemberre számítson. Tehát magyarán az államtitkár úr nincs azzal feltétlenül tisztában, hogy a rendszer hibáját láthattuk most ennek az egy orvosnak. Az államtitkár úrnak meg kellett volna oldania ezt a helyzetet. Tehát gyakorlatilag államtitkár úr és miniszter úr, amikor Pintér Sándor bizottsági meghallgatása volt, akkor az újságírók is meg néhányan fölkapták a fejüket, hogy megígérte, hogy néhány hónapon belül ő tisztában lesz vele, hogy hány orvos dolgozik az országban, mert ez lehetetlen, hogy itt is dolgoznak, ott is dolgoznak, amott is dolgoznak, és majd itt rend lesz. Na most eltelt több mint egy év. Miniszter úr nem jön a bizottság elé, államtitkár urat küldi, már hogyha a bizottság fideszes tagjai méltóztatnak oda jönni és szavazatképessé tenni a bizottságot, mert most is a kórházi
fertőzésekről hiába kérdeztük volna, és államtitkár úr el is jött, csak a fideszesek nem jöttek el. Magyarul nem tudtuk meg, hogy mi van. Most nagyon kíváncsi vagyok a következő bizottságülés, ahol a lélegeztető gépekre vagyunk kíváncsiak, amiket jelenleg több millió forintért tárolnak valahol. Tehát visszatérve, miniszter úr megígérte, hogy rend lesz, nem lett rend. És az orvosi kamara titkára pedig teljesen jogosan azt nyilatkozta, hogy ha megszűnne ez a itt dolgozom, ott készenlétet tartok, mert nincs elég szakember, és ez még csak az orvos hiány, akkor bedőlne. Bedőlne, jó néhány megyei kórház bedőlne, és a betegeket 30-50-130 kilométerre kellene utaztatni, vagy vinni mentővel, hogy megfelelő ellátást kapjanak. A minisztériumnak ez lenne a feladata, hogy megoldani ezeket a kérdéseket, hazacsábítani azokat a speciális szaktudással rendelkező szakembereket, akik ennek itt lenne a helye. De itt most már nem csak munkabérről van szó, a munkakörülményekről, az a stílus, ahogy vezényelnek orvosokat, ahogy ellenőriznek. Volt egy előadás ezen, egy mondat, elfogytok volt egy előadás az ezen, az előadás, ezen a rendezvényen, hogy egy rendőrtábornok, rendőr-dandártábornok elmondta, hogy hogy fogják ellenőrizni az egészségügyi intézményekben a munkaidőt, hogy késik-e az orvos vagy a nővér 5 percet. Nem hangzik túl jól, Komáromi úr. És erre rendőrkommandót hoztak létre. Meg kell, hogy köszönjem, hogy itt volt velünk ma reggel, de fogunk még beszélni, mert nagyon súlyos és fontos témák vannak itt. Köszönöm szépen, hogy itt volt ma reggel velem.